A diákhitelen túl is van lehetőségük a hallgatóknak anyagi juttatásokat szerezni. A tanulók kiadásainak egy részét akár ösztöndíjukból is fedezhetik. Ezt kaphatnak tanulmányi átlag alapján, sport eredményeik után, vagy szociális alapon is akár. Tandíj, lakhatás, szórakozás – ezek a diákok leggyakoribb kiadásai. A diákhitel hosszú évek óta nagy segítséget nyújthat a felsőoktatásban tanulók számára. A hallgatók két konstrukció közül választhatnak. Egyik esetben saját számlájukra érkezik az igényelt összeg, a másik esetben tandíjhitelt kapnak, ezt pedig rögtön az intézményeknek küldik. Nem ez az egyetlen lehetőségük a diákoknak. Különböző ösztöndíjakra is pályázhatnak. Kaphatnak alaptámogatást, de többek között közéleti vagy sport ösztöndíjat is. A Szabolcsi megye Székhely felsőfokú intézménye is számtalan lehetőséget kínál hallgatói számára. Stúdiónk vendége a témával kapcsolatosan Nagy Arabella, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testülete képviseletében elnökként. Üdvözlöm Arabella itt a stúdióban. Üdvözlöm én is. Lehetőségekről beszéltünk. Hogyan lehetne ezeket a lehetőségeket egy kicsit csoportosítani, és hogy melyik lehetőség kinek áll rendelkezésére, ki érheti el? Igazából a legegyszerűbb úgy csoportosítani, amit az ösztöndíjak, amiket az egyetem biztosít, tehát az egyetem által egy állandó bizottság fogad el, illetve támogat, illetve amit maga az állam és a kormány biztosít a hallgatók számára. A legkedveltebb ösztöndíjforma az UNKP rövidítése ismert új nemzeti kiválóság program. Itt a hallgatóknak kiemelkedő kutató tevékenységet kell végezniük, és ezek után akár 75 és 100 000 forint közötti összeget is kaphatnak havonta. De ez nyilván olyan kiemelkedő kutató tevékenység kell legyen. Akkor nagyon ismert még a Klebelsberg képzési ösztöndi, ez az osztatlan tanári szakos hallgatóknak lett igazából létrehozva. Nagyon jó lehetőséget biztosít azoknak a hallgatóknak, akik ezt igénybe veszik, hiszen ösztöndíjat is kapnak, illetve úgy működik az egész rendszer, hogyha például valaki 3,5 éven keresztül igénybe veszi ezt az ösztöndíjformát, akkor arra az időtartamra ösztöndíjat is kap, valamint a végzése után arra az időtartamra állást is kap egy bizonyos kijelölt iskolában. Tehát egyrészt még a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjat kap, utána pedig egy állás lehetőséget is. A magyar sportcsillag ösztöndíj még, ami nálunk nagyon jelentős, ugye itt olimpián, vagy olimpikon, vagy paralimpikon is lehet a hallgató, illetve nemzetközi versenyen kell részt vegyen. Ugye az egyetemünk hál' Istennek nagyon sok ilyen hallgatóval rendelkezik. Visszatérnék a másik ösztöndíjformákra. Ugye, amit az egyetem által biztosított ösztöndíjak, van szociális ösztöndíjunk, tanulmányi ösztöndíj, kulturális, művészeti, sport, demonstrátori, tudományos diákköri munkáját járó ösztöndíjformák. Ez mind részben ugye tanulmányhoz is, tanulmányi átlaghoz is köthető, kivéve ugye a szociálist. Van nagyon sok olyan hallgatótársam, aki akár csonka családban nevelkedik, illetve nem olyan családi körülményei vannak, ami jónak mondható, vagy megfelelőnek. Így például kategorizálva is van, például a félárvák, árvák, halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű hallgatók részesülhetnek szociális ösztöndíjakban. Tanulmányi ösztöndíj természetesen a nevéből is adódóan tanulmányi átlaghoz kötött, illetve annak függvényében, hogy a hallgató hány kreditet vett fel, és hányat is teljesített ezek közül. A művészeti és sport, ugye ezeknek is adódik a nevéből, hogy milyen tevékenység után kaphatnak a hallgatók ösztöndíjat. A sportnál szintén még azon belül kettőt is meg lehet különböztetni, van egyszeri, amikor egy hallgató elmegy egy versenyre, és egy jó eredményt ér el, akkor nyilván ezt jutalmazza az egyetem, illetve van rendszeres, aki az egyetem sportegyesületénél sportol, tehát van a kézilabda csapat, a röplabda és a kosár, szintén ők is ugyanúgy kapnak rendszeresen havi ösztöndíjat, a tevékenységük után. A demonstrátori szintén, aki például a biológia részén, hogyha segítenek az oktatóknak az órákon, illetve valaki a tanulmányi osztályon dolgozik, akkor ugye demonstrátorként tevékenykedik, ezért is jár ösztöndíj. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy az egyetemen ugye van Erasmus Plus ösztöndíjunk, ugye a bekerült hallgatóknak lehetőségük van második fél évtől külföldön folytatni a tanulmányaikat.
Ugye ez egy nagyon jó lehetőség, lehet egy, kettő, akár három fél évre is menni külföldre, és lássuk be, azért Portugáliában lehet, hogy jobban esik tanulni, akár egy vagy két fél évet, mint itthon. Egy nagyon jó lehetőség, és ki lehet használni. Mennyire aktívak a hallgatók egyébként? Tehát milyen arányban lehet azt elmondani, hogy megpróbálják igénybe venni azt, amit igénybe vehetnek? Mivel jól értesültek a hallgatóink az ösztöndíjakról, így elég nagy számban. Ugye a tanulmányi ösztöndíj az egyetlen az, ami ugye nem is kell igényelni, hanem automatikusan jár annak, aki erre jogosult. De a többi ösztöndíjnál természetesen nagy létszámban. Visszajelzés a hallgatók részéről, hogy a tanulmányi átlag alapján meghatározott ösztöndíj mértékének emelése a szempont lehet számukra? Lehet az is szempont, inkább így kérdezem. Tehát nem csak az, hogy ugye magának bizonyít, hogy jó eredményt ér el, hanem hogy ezáltal ugye úgymond több pénzhez is tud jutni. Persze motiváló erő tud az lenni, hogy most ne csak éppen átsusszonjak a vizsgákon, hanem teljesítsek is, és akkor ezért úgymond valamilyen juttatást kap a hallgató. Lehet-e Arabella halmozni ezeket a lehetőségeket? Persze, nincs ilyen kizárólagosság, hogy valaki csak például ötfajta ösztöndíjat kaphat, bármilyennyit lehet igazából. Tehát aki jó sportoló, az lehet kulturális tevékenységet is, illetve közéleti tevékenységet is folytathat. Azon belül akár ugye a szociális háttere is lehet olyan, hogy kaphat ilyen ösztöndíjat, úgyhogy nincs lekorlátozva egyáltalán. A szociális helyzetüket a hallgatók, itt már felnőtt emberekről beszélünk, szinte felvállalják, tehát ezt vállalják, hogy ők szociálisan hátrányos helyzetben vannak, és hogy ezért számítanának ilyen jellegű segítségre. Ugye azért vagyunk mi ugye a hallgatói önkormányzati testületnél, hogy hozzánk sokkal szívesebben fordulnak, mint egy egyetemi dolgozóhoz. Azért köztünk azért mégiscsak bensőségesebb a kapcsolat, illetve tehát hozzánk szívesen jönnek, hamarabb elmondja nekem, mint egy egyetemi dolgozónak, illetve van az egyetemen működik egy esélyegyenlőségi iroda, ahol szintén ott foglalkoznak igazából ezekkel a hallgatókkal, és fel is veszik az adataikat, és mi is kapcsolatban állunk az esélyegyenlőségével. Szóval, hogyha valaki például gyengénlátó vagy kerekesszékes hallgatótársunk is van, akkor ugye az esélyegyenlőségével is kapcsolatban vannak még velünk is, hogy így próbáljuk segíteni az életüket. És gondolom, hogy a megfelelő webfelületen mindenről tájékozódhatnak napra készen a hallgatók. Így van, tehát a hallgató önkormányzatnak van egy saját honlapja, és ott is tájékozódhatnak, a Nyíregyházi Egyetem honlapján is, illetve maga a szociális ösztöndíjnak is a pályázata, az már nagyon rég nem papír alapú, hanem már online rendszeren működik itt 6 éve. Köszönöm, Arabella, hogy beszélgettünk ezekről a fontos dolgokról. Én is köszönöm.